470 millióra hízott az ötös lottó főnyereménye. Kozma Orsi és Harsányi Levente duettje. A világ első elektromos műrepülője. Szerencsés napot kívánunk! Ez a Szerencsehíradó. Az Alföld gyönyörű városában, Kecskeméten vagyunk. Egy új világszabadalom született itt, a világ első elektromos műrepülője. Ugyanilyen fontos, hogy meghallgatjuk a legutóbbi Szerencseszombatból Kozma Orsi és Harsányi Levente duettjét. Előtte azonban következzen első 50 másodperces kvízünk. Első játékosunk Lili már itt is van velünk. Lili, hallottál-e már a kecskeméti fejlesztésű elektromos műrepülőről? Nem, még nem. Ki fogod majd próbálni, ha lehet vele repdesni? Szerintem majd utána nézek, és igen, szeretném kipróbálni, jól hangzik nagyon. Helyes. 50 másodperc alatt 5 kérdést fogsz kapni Gézától, minden egyes helyes válaszod már egy biztos nyeremény, egy ilyen sorsélycsomag. Ha nem tudod a választ, passzol nyugodtan, és ha benne vagyunk az időben, akkor visszatérhetünk rá. Érthetőek a szabályok. Zsuzsi, indíts a szórát. Indítom. Lehetséges a két egymást követő héten ugyanazokat a számokat kisorsolni az ötös lottón? Nem. De lehetséges. Ma ünnepli születésnapját Udvaros Dorottya mely filmben játszott? Stracciatella vagy Anyád a szúnyogok? Passz. Kozma Orsi a jazz meg azban énekelte, ma jól vagyok, kireppelt vele. Passz. Egy nagy rímgyáros. Mi az óceánt is átszelő repülőgépek üzemanyaga? Mit tankolnak a repülőgépekben? Benzint. Nem teljesen, egy másik üzemanyag. Gázolaj? Végül is igen, egy van egy speciális neve. Passzolj szerintem, hogy vissza. Sorolt fel a francia kártya 4 színét. Kör. Igen. Pik. Igen. Káró. Igen, és van a... Treff. Treff, így van, gyerünk vissza oda, hogy mi az volt. Ide jó lett volna. Kerozin a repülőgépek üzemanyaga. Geszti Péter reppelt Kozma Orsival, és Stracciatella volt a film. Azt mondja, hogy így is volt, egy jó válaszod. Hát az is valami, legalább nem fogsz üres kézzel hazamenni. Ez pedig a nyereményed. Gratulálunk. Köszönöm. És köszi, hogy játszottál velünk. Köszönöm szépen. A sorsügyes játék után pedig nézzük az elmúlt hét nap nyeremény híreit. Az ötös lottón a 21 darab 4-es tulajdonosa közel 2,5 millió forintot nyert. A 6-os lottó 63 darab 5 találatosa 230 ezer forintot fizet. A skandináv lottón a 49 darab 6-os 368 ezer forintot ér. A Jokeren egy szerencsés gazdagodott 1 millió forinttal. A Luxorban az egy darab teli találatos tulajdonosa közel 6 millió 900 ezer forintot vihet haza. A Toton egy valaki találta el 12 meccs végeredményét, több mint 1 millió 330 ezer forint üti a markát. Az Eurojackpoton az egy darab 5 plusz 2-es nyereménye bruttó közel 85 millió euró. Múlt héten búcsúzott a Szerencse Szombattól Kozma Orsi, aki ez alkalomból a jazz meg a slágerét hozta el a showba. A mai jól vagyok viszont nem lehetne teljes a csodálatos rebbetétek nélkül. Most Geszti Péter helyett az egyszeres alumínium lemezes Harsányi 50 cent Levente volt a partnere. Belém a lélek, most már szállni jár, mióta tegnap itt voltál. Elszakít a reggel. A kávét lassan kortyolom, végre van mit újra gondolnom. Megy, megy, megy. A meló ezerrel. Igazából ez egy kis merénylet volt, amikor felvetettem, hogy ezt a dalt akarom énekelni. Én rögtön Leventire gondoltam, hogy ő lesz a partnerem. Nem is Péter, tehát abszolút rá gondoltam, úgyhogy nagyon-nagyon köszönöm, hogy ezt a kihívást elfogadtad, és nagyon szépen helytel, nagyon jó vele a színpadon, csak szuperlatívuszokba tudok róla beszélni, azért is, mert mi régen egyébként dolgoztunk együtt egy lemezen. Orsi volt az a személy, az a hang, akit odaírtunk a stúdióba, és az első lemezem, és egyúttal ugye az utolsó lemezemen is énekelt, és ő volt ott egyből felénekelte azt, amit kértünk tőle, így mellette, főleg Geszti Péter szövegét elreppelni, vagy legalábbis megpróbálni úgy, ahogy ő, nekem is komoly kihívás volt, és nagyon köszönöm, hogy ránk gondolom. Orsit e héttől Sing Viki váltja a Szerencse Szombat színpadán. Mindenki nagyon fog hiányozni, úgyhogy a zenekar is szuper volt, te is jó voltál, és jó vagy, és jó leszel. Kösz szépen. Ugyanaz a kérdés hozzám is? Kérem szépen. Hogy miért jó Orsival? Számtalan gondolatot mondhatnék, de ki lennék én, ha ezeket most felsorolnám. Ő Orsi. Ő, akivel lenni jó, akivel enni jó, akivel énekelni jó, akivel csak a színpadon ott ülni jó. Vele minden pillanat jó. Úgyhogy köszönjük, Orsi, hogy ebben a hónapban itt voltál velünk, és arra kérünk, hogy ne felejtsd el a nevünk.
Várunk vissza legközelebb, előtte szólunk. Jó volt veled, bye-bye, szia! Köszönjük! Itt van velünk második játékosunk, Dávid. Dávid, volt-e valami nagyobb nyereményed az életed során már? Nem, még nem volt. Most lehet. Itt a soha vissza nem térő alkalom. Szabályokat már ismered? Igen. Zsuzsi, indítsd az órát. Milyen állat szerepel Kecskemét címerében? A neve adhat egy kis segítséget. Válaszra. Kecske. Kecske, egy jó válasz. Melyik játékon nem függ a nyeremény nagysága a nyertesek számától? Kenó vagy ötös lottó? Kenon, két jó válasz. Ma 55 éves Barack Obama az Egyesült Államok elnöke. Melyik párt tagja? Demokrata vagy republikánus? A demokrata. Három jó válasz. Mikor emelkedtek először a levegőbe a világ első repülőjével a Wright fivérek? 1803-ban vagy 1903-ban? 1903-ban. Négy jó válasz. Sorolj föl legalább három olyan híres szemét, aki a jelenlegi magyar bankjegyeken szerepel. Második Rákóczi Ferenc. Így van. István király. És, így van. És Deák Ferenc. Meg vagyunk. Betlen Gábor, Mátyás király, Széchenyi István. Hát elég jól kipipáltad ezt az öt kérdést. Lehet, nagyon, hogy esélyes vagy a nagy nyereményre nagyon, is. Nagyon gratulálunk. Szép nyeremény. Mind a tiéd. Mind a tiéd, nem kell választani. Oh. Sok szeretettel gratulálunk. Nagyon szépen köszönöm. Múlt heti adásunkban megtudhatták, hogy Karcza György egy nappal esküvője előtt értesült a riói álomutazásáról. Ez a megfejtése múlt heti nézői játékunknak. Most lássuk a helyes válaszsal, kik nyerték a sorsért csomagot. A Szerencsejáték ZRT sorsért csomagjait Kis Róbert Sándor mezőtúri és Sáska Károly dunavarsányi játékosunk nyerte. Gratulálunk! Nemrég mutatták be a világ első elektromos műrepülőgépét. A 410 kilós masina oktatásra és vészhelyzeti képzésre is alkalmas lehet a jövőben. A kecskeméti fejlesztésű gép azonnal megkapta kategóriájában a legnagyobb európai innovációs díjat. Ismerjük meg a gép születésének szerencsés körülményeit. Mögöttem látható az első olyan műrepülő oktatógép, ami teljesen elektromos hajtással van szerelve. Ő a Magnus eFusion nevet kapta, és az egyik magyarországi, illetve külföldi nagy fejlesztő céggel közösen alakítottuk ki ennek az egész rendszerét. Ugye, amit tudni kell, hogy a Magnus Aircraft adta magát a repülős tudást, illetve fejlesztette a géptestet, míg a másik vállalat pedig adta hozzá az akkumulátorrendszert, a motort, a hajtásrendszert és az elektromos felügyeleti rendszert. A gép április 11-én emelkedett először levegőbe. Az erről készült felvételt mutatjuk most. Az eFusion a pilóták továbbképzésében jelenthet igazi, környezetbarát alternatívát. A piacon nincsenek olyan alkalmas repülőgépek, amikkel igazán oktatni lehet, hiszen a nagy extra típusú gépek, ami 300-nál több kilométer per órát is képes elérni, ezek 80-100 liter üzemanyagot fogyasztanak egy óra repülés alatt. Ehhez képest az új fejlesztés csak akkumulátorokra éhezik. Egyelőre fél órát tud a levegőben tölteni, de a jövőben ezt az időt is kitolnák. Van egy felszállni képes eFusionünk, és mondom, ahhoz, hogy majd ez sorozatgyártásba kerülhessen, ahhoz még sok-sok időre, illetve fejlesztésre van szükség, hogy azért a levegőben ez tényleg ott tudjon maradni, és folyamatosan tudja biztosítani azt a fajta biztonságot és lehetőséget, ami az oktatáshoz szükséges. A kommunikációs vezető szerint ahhoz kellett leginkább Fortuna segítsége, hogy a német elektrotechnikai óriás cég őket válassza partnernek. És abban is hatalmas szerencsénk van, hogy amikor ennek a gépcsaládnak, a Fusion családnak a fejlesztése elkezdődött, akkor úgy döntöttek a fejlesztőmérnökök, illetve a tulajdonosok, hogy egy olyan plusz tulajdonsággal erősítik meg ezeket a gépeket, ami műrepülhetővé teszi a gépet. Kedves nézőink, már csak két hónapot kell várni a hivatalos bemutatóig, és ez a madárka repülni fog. Gézon, elviszel engem is egy körre? Elviszlek, fizetem a benzint. Kedves nézőink, műsorunkat újra nézhetik a mediaclick.hu, illetve a szerencsehiradó.hu weboldalakon. Jövő héten Freddy mesél szerencsés történeteiről, várjuk Önöket akkor is a viszontlátásra. Most pedig készüljünk fel a felszállásra, indul a szerencsehiradó különjárata. Ezt ne felejtsd el. Zsuzsi, ezt ne nyomd be.